Nagyra törő tervei vannak az idei évre a Spurkerék modellező sportegyesületnek. A 2010-ben alakult klub eleinte 13 fővel kezdte meg a működését, mára viszont már egyre többen hódolnak a modellező hobbinak. Az elmúlt évek sikerességét az is jelzi, hogy mostanra már saját sportterületük is van. A Szekszárdi Sportközpont gondozásában álló Bern utcai területet kapták meg, ahol folyamatos fejlesztések mellett egy olyan automodell pályát is kialakítottak, ami nagyszabású bajnokságokat is tudnak majd szervezni. Az egyesület létszáma folyamatosan bővül, van olyan klubtag is, aki nem bánja, hogy akár egy órát is autóznia kell azért, hogy egy jó csapat része lehessen. Tavaly ősz óta vagyok az egyesületben, a közös barátokon keresztül ismertem meg itt a szakágvezető urat, és ő adott lehetőséget egyszer ide jönni bemutatkozni, és igazából nem tartott sokáig onnantól kezdve, egyébként Velence mellé jöttem. Hát nekem az nagyon optimális, mert lényegében Magyarország szinte összes pályája nekem középről indul el, tehát az ország közepéről kell valamerre mennem, úgyhogy nekem soha nem kell másfél-két óránál többet autóznom semmilyen irányba, úgyhogy egyelőre itt Szekszárd is körülbelül 3-4 órára van tőlem autópályára, úgyhogy ennél jobb helyet nem is találhattam volna. A pályán elég sokat dolgoztunk, úgyhogy nagyon jó lett, úgyhogy ide még ráadásul szeretek is járni. Ez a pálya a többihez képest nagy. Viszonylag nagynak számít, tehát nagyon hosszú. Hát itt elég maximalistán próbáljuk meg összehozni, hogy ez kívülről, belülről nagyon jól is fog kinézni, hogyha elkészülünk vele. Technikás, széles, nagy a tempója. Én nekem egy kicsit kevés az ugrató benne, de hát itt ez a lényeg. Tavaly ősz óta a pálya belső területének a műfüvesítését fejezték be, ami mintegy 1200 négyzetméternyi felületet jelent. Erre azért volt szükség, mert így jól láthatóvá vált a nyomvonal, könnyebben irányíthatóak az autók. Érkezett körülbelül 100-150 tonna agyag még a pályára, ez mind ilyen kifejezetten modellpályákra alkalmas kerámia agyag, és ettől lesz jó felvizesítve, ettől lesz egy jó kemény pályanyomvonal. A Magyar Modellező Szövetségtől egy pályázat útján elnyerték azt az összeget, ami lehetővé teszi az egyesületnek egy emelvény felállítását, ahonnan majd a versenyzők tökéletesen rálátnak a pályára, így sokkal eredményesebb futamokat tudnak majd lebonyolítani. Idén két saját szervezésű versenyt és egy magyar bajnoki futamot is tervez a klub. Az utánpótlás biztosítására is vannak ötletei az egyesület vezetőjének. Oktatási, sport és ifjúsági bizottságnak köszönhetően pályázat útján sikerült vásárolnunk 3 modellautót, amelyen el tudjuk kezdeni ide évbe ezt a szakkörünket, ez körülbelül a nyár elejére tehető. Most jelen pillanatban a toborzások vannak, keressük a szakkörre a résztvevőket, ez meg lesz hirdetve és elérhető lesz iskolánkban is. 8-9 éves kortól már ajánljuk a modellezést, mindenféleképpen úgy kell belevágni, és úgy kell készülni rá, hogy kezdetekben az apának is nagy segítségre kell lenni a gyerek mellett, de igen, várunk családokat, jelentkezőket. Az egyesület május 1-én egy majális keretein belül nyílt nappal várja az érdeklődőket az automodellező pályán.